Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Major István, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója. Szervusz, tiszteltel, köszöntelek. Hát a beszélgetésünk apropója egyik oldalról a Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozat, ami némiképp megújult, a másik pedig, hogy ezelőtt, tehát március 19-én este 7-kor a Vörösmarty Színházban egy fantasztikus embert láthat a zenerajongó székesfehérvári, Bősze Ádám. Önálló estje, ez egy stand-up est lesz, Szeretnek a hallgatók címmel, most Bősze Ádámról fogunk beszélgetni, előtte azonban nézzük meg az ő műsorából egy nagyon-nagyon rövid részletet. Három minőségben lehet engem ismerni, ha valaki egyáltalán ismer. Az egyik egy érdekes szakma, ami az enyém, zenei antikvárius vagyok, az egyik, a második. Műsorokon, klasszikus zenei rendezvényeken szoktam műsort vezetni, és a harmadik pedig a Bartók Rádió. Nem tudom, talán valakinek a három közül valamilyen átfedése lesz a mostanival kapcsolatban. Szóval a zenei antikvárius dolog az a legegyszerű, hogy a zenei antikvárius régi papírokkal foglalkozik, amelyek zenéhez kapcsolódnak. Ez egy nagyon jó szakma, rendkívül piacképes, a boltba senki nem jön be, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy megtaláltam a helyemet, mert ez egy itt nem zavarnak, tehát nincs hallgatói SMS, nincs hallgatói üzenet. Nos, ebből az egészen rövid bejátszásból is kiderült, hogy mi vár ránk, mi vár azokra, akik ellátogatnak erre a fantasztikus rendezvényre. Bősze Ádám egy fantasztikus ember, tehát azt talán ebből is leszűrhető, hiszen amikor arról beszélünk, hogy ez az orgonista, gitáros, gitártanár, lelkészképzőbe járt, és szerzetes szeretett volna lenni, és egy fantasztikus életutat tudhat magáénak, akkor ezzel még nem mondtam semmit. Ő egy egészen különleges személyiség. Láttuk a Virtuózokban, láttuk egy csomó helyen, a Bartók Rádióban hallhatjuk. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan sikerült rábukkannod, hogyan sikerült meggyőznöd, hogy ellátogasson Székesfehérvárra is. Hát valóban nem egy átlagos életpálya, Bősze Ádám féle út. Azt kell tudni, hogy Bősze Ádám Kaposváron, a Kapos Festen jelent meg először ezzel a stand-up produkciójával, és nagyon nagy örömmel fogadtam a telefonhívást, amikor a menedzsmentje felhívott azzal a felvetéssel, hogy az Ádám útnak indul az országban, és több helyen is fellép, és nem pusztán azzal kerestek meg, hogy ez egy Bősze Ádám est, hanem ez nagyon jól kapcsolható adott esetben egy szimfonikus zenekar bérletéhez, és ezért is választottuk azt a lehetőséget, hogy a Somorjai bérletnek kvázi egy nulladik előadása valahol különálló, de mégis ahhoz kapcsoljuk, ugyanis Bősze Ádám segíteni fog nekünk abban is, hogy a Somorjai bérletre is ráhangolódjunk, de persze ez a 90 perc, amit ő itt a közönség előtt tölt majd, ez alapvetően a szórakozásról és a szórakoztatásról fog szólni. Igen, hiszen tudjuk, hogy egy fantasztikusan tehetséges, ezt már harmadszor mondom, hogy fantasztikus, tehát egy nagyszerű újságíróról van szó, aki zenekritikusként a Magyar Nemzetben, a régi Magyar Nemzetben, ahol azért Lőcsei Gabriellával az égen egy csodacsapat alakult ki, a komoly zene tekintetében is teszem hozzá, felszálló ágba került a zenekritika is, és a zenei tudás, mint olyan, hogy a köznapi nyelven elmagyarázott klasszikus zeneművek is egyre inkább teret nyertek a Magyar Nemzetben, ez óriási dolog volt. Hallottál-e már ilyen zenekritikust, mint ő? Hiszen azért te bejártad országot, világot, és nagyon sok mindenkit ismersz, aki nagyon komoly szakmai tudással rendelkezik. Én úgy fogalmaznék, nagyon jó az a felvetés, amit itt elmondtál, hogy lehetett hallani tényleg sok olyan zenében nagyon alaposan jártas zenekritikus műsorvezetőt, aki adott esetben humorral ötvözve szellemesen konferált föl produkciót, művet. Bősze Ádám viszont azt gondolom, hogy elkülönül ezektől is, mert én úgy gondolom, hogy egy modern és fiatalos jelenségű.
Tehát pont az, amin dolgozunk komoly zenészek, hogy kicsit úgy leporoljuk magunkat, és ezt a szigorú frak és estély és a sok kötöttség, ami ezzel jár, amit szeretünk, de a mai világ nem akarja ezt annyira úgy elfogadni. Ebben tudott ő megújulni, és az ő területén egy teljesen új stílust hozni, amivel én azt gondolom nagyon sokban hozzájárul a komoly zene népszerűsítéséhez. Igen, egyetértek, hiszen néha kell a frak, máskor nem, valljuk meg. Az ő személyiségének a varázsa leginkább abban rejlik, hogy ugyanolyan komolyan veszi a játékosságot, azt a fajta humort, amit ő képvisel, mint a ferences rendi szerzetességet, mert azt is komolyan vette. Ha megfigyeljük az életútját, akkor a Budapest Rádióban kezdte, ugye a Gramofon műsorban könnyű zenei produkciókat is elemzett, szintén játékos formában. És kiderült, hogy ez igenis összehangolható a nagyon komoly zenei művek megismertetéséhez. Az övé tulajdonképpen egy misszió, tehát nem kellett neki misszionáriusnak mennie. Az övé egy misszió. Valóban, és azt lehet róla elmondani, hogy szokták azt mondani, hogy a Párdon a koronázatlan király, amikor ő elindult a pályán, nagyon sok ilyen apró cseprő bakit követett el, és ezeket rendkívül humorosan tudta megoldani, a műsorban is fogunk hallani ilyen történeteket, sztorikat, de ehhez én azt gondolom születni kell, ehhez egy olyan egyéniségnek kell lenni, illetve én azt gondolom, hogy ő annyira jól el tudja fogadni magát, és olyan harmóniában van önmagával, hogy ezeket előnyére tudta hozni, és előnye vált belőle. Úgyhogy tényleg csak azt lehet mondani, hogy ő egy, hát ahogy már én említettem korábbi műsorokban, hogy a zenéhez is alapvetően 90% tehetség, 10% szorgalom, persze az a 10% az reggeltől estig való munkát Igen. jelent, de hogy a jelentősége itt is azt gondolom a személyiségnek és a tehetségnek van. Ugye számtalanszor jártak elsősorban neked köszönhetően, illetve hát a menedzsmentednek köszönhetően a virtuózok, és ott is feltűnt ugye, hogy a virtuózok közül, mármint a zsűri, a szakmai grémium közül, a Bősze Ádámot imádta mindenki. Egyszerűen jó volt nézni azt a műsort, mert hogy megértette a mélységeit, viszont gyerekként kezelte a gyerekeket, akik azért művészek, aki pedig azt igényelte, az pedig művészként. Tehát ettől volt egészen különleges. Én a srácokkal beszélgettem, ugye volt alkalmam velük, ezt ők is kiemelték néhányan, hogy felszabadult volt a hangulat, és nagyszerű a közeg pontosan azért. Az is érdekes nála, azt gondolom, hogy ugye a régit és a hagyományost össze tudja kötni a modernnel és az újjal, és ugye a stand-up ma nagyon divatos, és az egy nagyon érdekes műfaj, hiszen az ember azt gondolná, hogy ott a színpadon alapvetően, mintha improvizálnának a stand-uposok, holott nagyon-nagyon felkészülten és nagyon szinte szóról-szóra megírt szövegeket mondanak el, és azt gondolom, hogy itt Bősze Ádám esetében is valami hasonló lehet, tehát hogy egy nagyon játékos formában részben a saját történeteit, részben operáknak adott esetben kicsit bugyuta történeteit figurázza ki, vagy olyan szereplők neveit, amik nagyon furcsán hatnak, és főleg egy konferálásnál nagyon vidám helyzeteket tudnak teremteni, mesél el, és hát ez profin kidolgozva, tehát ettől élvezetes, és ettől olyan Igen. autentikus. Mint a Bartók rádióban a műsorai, bizonyos értelemben kapaszkodót nyújtanak. Tehát nem kell feltétlenül zeneértőnek lenni ahhoz, hogy megértsük azokat a gondolatsorokat, amelyeket ő sugall nekünk. Ugyanis azért mondom, hogy sugall, mert hogy mond valamit, és óhatatlanul is tovább kell, hogy gondoljuk, hogy megértsük önmagunkat, megértsük a zenét. Ez megint egy nagyon jó gondolat, hogy bátorítanám azokat is, akik adott esetben a klasszikus zenével, vagy mondjuk így komoly zenével nincsenek olyan szoros kapcsolatban, hogy jöjjenek el és hallgassák ezt meg, mert szórakoztató lesz, és ha valaki nem ismeri az adott művet, amiről esetleg beszélni fog, nem fog hiányozni ahhoz, hogy a poént megértse.
Tehát, és ugyanakkor meg lehet, hogy bizonyos témakörökre felhívja mégis a figyelmet. Nagyon fontos, és pontosan azért mondom, hogy a különleges zenei műsorokra feltétlenül szükség van. És néhányan fanyalognak mostanság, hogy azért a nagyon komoly dolgokról, hogy lesz ilyen felszabadultan játékosan nevetve, kicsit zsigeri viccesen beszélni. Hát lehet, hát ez mondom egyértelmű. Szellemesség az, azt gondolom, minden témakörben aktuális lehet, tehát és különösen most egy olyan formát fogunk adni neki, amiben ez tud működni. Egyébként az este meg fog jelenni a szimfonikus zenekar is. Igen, ez lett volna a következő, hogy egy ilyen formában, egy ilyen est keretében milyen művek azok, ami standardül megmutatja és párban jár az előadóval. Hát ahogy említettem, ugye ez egy picit elő szobája a Somorjai bérletnek, úgyhogy felidézünk egy darabot, amit majd a bérletben be fogunk mutatni. Ez egyébként Rossininek a Szevillai Borbély nyitánya lesz. És azt gondolom, hogy ez egy csoda este, tehát akkor még egyszer megismételjük, és utána folytatjuk a Somorjai bérlettel, tehát Bősze Ádám, kedves nézőink, március 19-én 19 órakor a Vörösmarty Színházban. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon megéri ott lenni. Abszolút, én annyit ha lehet hozzátennék még, hogy most a napokban volt Pécsen például két teltházas koncertje a Kodály Központban, de Kaposváron, illetve most a Cifra Fesztiválon is rengetegen hallgatták, úgyhogy bátran merem ajánlani tényleg mindenkinek. No, akkor viszont elérkeztünk a megújult kamarazenekari hangverseny sorozathoz. Egy kicsit beszélgessünk Somorjai Feri bácsiról. Nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy, és ezt a számtalanszor elmondtam, hogy az ő nagyságára jellemző egyrészt, hogy pedagógusként és karnagyként is kiváló volt. Szerintem a Teleki Blanka gimnázium növendékei soha nem fogják elfelejteni azokat az esztendőket, függetlenül attól, hogy előtte és utána volt-e kapcsolatuk a zenével, amit az ő tanítása mentén tölthettek el, hiszen ott tanított. Emellett pedig nagyszerű karnagyver volt és kiváló hangversenyszervező. És óhatatlanul is eszembe jutnak azok a beszélgetések, amelyeket, hiszen mi még megélhettük, amiket az ő dörmögő hangjával tudtunk megélni és átélni mindazt, amit a zene adhat nekünk. Természetesen, hát én gyerekként jól ismertem Feri bácsit, de nem volt tanárom, soha nem tanított. Tehát ilyenfajta tapasztalatom és emlékeim nincsenek, viszont így zenekarvezetőként nagyon nagy hálával gondolok a zenekar a zenei élet szervezőjére itt Székesfehérváron, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a Harmónia a Benzis sorozatot ő indította el, és két dolgot említenék, egyfelől a zenei igényességet, az ő esetében a másik pedig azt az ambíciót, amivel ő ezt évtizedeken keresztül tette, ezt a szervezői tevékenységet. Ugye tudni kell róla, hogy a Filharmóniának ő volt itt a helyi szervező, és a szimfonikus zenekarnak a Filharmónia koncertjét is ő szervezte. Tehát nagyon nagy energiával és lelkesedéssel tette ezt, és egy óriási örökséget hagyott hátra nekünk. Ez az Harmónia Albenzi sorozat, ez gyakorlatilag egy abszolút élvonalbeli színvonalát tekintve nemzetközi színvonalú koncertsorozat, amire a város tényleg nagyon büszke lett, és hát nagyon nagy felelősségünk volt ezt átvenni és ezt folytatni. Igen. Tehát ez a templomi koncertsorozatról beszélünk, és most pedig a kamarazenekari hangverseny sorozata megújult. A megújult azt mondjuk, hogy mesés kezdés lesz, és nem csak azért, mert ugye én magam is szereplője vagyok, hiszen a ki lesz ma a kérdés, Eszmék és Muzsikai jegyben, aki kérdez, én leszek a kérdező, és estéről estére, tehát összesen négy este ismert közéleti szereplők lesznek a vendégek, de természetesen nem maradhat el a maga a koncert sem. Tehát nagyívű történetek zenében, és én bizakodó vagyok természetesen, hogy a vendégeink is megismertetik a zenéhez való kapcsolatukkal az érdeklődőket. Honnét jött ez a gondolat? Hiszen én már abban az értelemben a felkérés után kapcsolódtam be. Ilyet még, ez megint csak egy teljesen új dolog. Nagyon sokat gondolkoztam, megmondom őszintén, most itt ez az ötlet, ez,
Ez tőlem származik, és nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy Fehérváron az utóbbi időben olyan nagyon megnöveltük a koncertszámot, hogy ugye ha ezzel párhuzamosan a közönség számának is muszáj növekedni ahhoz, hogy ez tényleg kihasználtan tudjon működni, és hogy tudnánk még több embert bevonzani, mi az, amivel többet tudnánk adni, mint koncert adott esetben. Ugye a Farkas Ferenc bérletünk az egy abszolút hagyományosnak mondható koncertsorozat, nagy koncertekkel. Itt a Somorjai bérletben éreztem azt a lehetőséget, hogy lehetne ezen valamit fejleszteni, egy kicsit változtatni rajta, valami olyat újat hozni bele, amit esetleg más még nem csinál. Most nem gondolom, hogy ez olyan egetverően nagy ötlet volt, de mindenképpen azt gondolom, hogy ahogy a koncertsorozatot is hívjuk, hogy több, illetve a koncertsorozat szlogánja, hogy több, mint koncert, azáltal, hogy egy picit szórakoztatóvá tesszük, hiszen nyilván a meghívott vendégek is, ahogy jól passzol ehhez a Bősz Ádám műsor, hogy fognak mesélni egy kicsit a múltjukról, adott esetben érdekes és szellemes történeteket mondanak el, ami kötődik a zenéhez, illetve az ő viszonyukról szól, ami a zenéhez köti. Tehát hétfőn Bősz Ádám a színházban, és akkor csütörtökön 22-én a Hotel Magyar Király kupola termében, ami egyébként az új helyszín ebben az értelemben. Hirtling István, Jászai Mari díjas érdemes művész lesz az én vendégem. De azt hiszem, hogy fontos, hogy általában olyan zenekari művek hangzanak fel, csendülnek fel, amelyek bizonyos értelemben illenek a környezethez, illenek a művészhez, az alkotóhoz. Tehát itt például már is a Rossini Sevillai Borbélyból a Nyitány, aztán egy kis Boccherini, egy kis Haydn, és Kárász András Gordonka művész, és Dubocki Gergely vezényletével, az új művészeti vezető, és vezetőkarmester vezényletével, ez nagyszerű estének ígérkezik. De hogyan lehetett úgy kiválasztani ezeket a műveket, hogy ezek illeszkedjenek a művészhez is egy kicsit, és a térhez, ahol felcsendülnek? Hát itt egy olyan szabályrendszert állítottunk föl így idézőjelbe, hogy azt mondtuk, hogy bizonyos darabokat mi kiválasztunk, viszont hagyunk teret a vendégeinknek, és mondják meg ők is, hogy mely műveket szeretnék ők hallani ezen a koncerten, és a Sevillai Borbély Nyitány, az Hirtling Istvánnak volt a választása, úgyhogy azt bízom benne, hogy ő kívánja majd felkonferálni. Jó, én bízom benne, hogy így lesz. Nos, még egyet, a következőt ugye az május végén van már, mert az is különleges helyszín, én azt hiszem, hogy a Bori várat erre találták ki. Egy gyönyörűséges helyszín, Mozart in the Castle, tehát a várban, a kastélyban, és egy Mozart szimfónia koncertante, és Mozart megy végig. Lesz egy grég darab is, de az most erről ne beszéljünk. Beszélhetünk róla, vagy mert azért kakukk tojás, mert ott szintén azt a vendégünk Görög Ibolya választotta, és itt pedig egy nagyon érdekes kapcsolódásra hívnám fel a nézők figyelmét, hogy Görög Ibolya protokoll szakértő, ami a koncertek protokolljához ugye nagyon jól kapcsolható, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő neki mi a véleménye, akár arról, hogy adott este a mi zenekarunk, a mi közönségünk hogy jelenik meg, vagy általánosságban ma a koncert életben a protokoll hogy működik, vagy adott esetben hogy változott az idők folyamán. Igen, hát Bori Jenő bizonyosan fentről figyel minket, mert a vár erre tökéletes helyszín, és ráadásul ugye Ács János vezényli ezt a darabot, aki azért otthon van a protokollban, ha már csak arra gondolunk, hogy ugye a három tenor karmestereként is megszokhatta a világban, hogy mi mindent kell tenni azért, hogy ne csak a zenét, hanem úgy általában elismerjék. Görög Ibolyának egyébként most jelent meg a kötete, könyvesboltokban már láttam, még nem jutottam hozzá, Életem a protokoll címmel, tehát egy nagyívű pálya az övé. A következő vendégünk ugye Marott Miklós, a Friss Korvin Láncos Széchenyi díjas klasszika filológus lemondta, és egy egészen
érdekes és kiváló ember lesz a következő vendég a Bűnbánat és Megváltás koncerten. Én Göttinger Pál, aki Nyíregyházáról érkezik hozzánk, és ott a színháznak a azt hiszem főrendezője. Fiatal emberről beszélünk, aki azonban a zenéhez nagyon-nagyon szorosan kötődik, mert szinte nem tudunk olyan zenei műfajt mondani, amelyben nem mozgott volna, ne rendezett volna valamit. A komoly zenét a könnyebb műfajokig, tehát és nagyon érdekes, Dinnyé Somának a meghívottja, aki ugyan mondhatjuk, hogy zenekarunknak is már a régi zene szakértője lett, és visszatérő vendég, és hát nagyon kíváncsi vagyok. Hát Göttinger Pál rendezett barokk operákat is, tehát így a barokk zenéhez is szoros kötődése van. Egy érdekes estének nézzünk elébe, hiszen a Cisztel templomban, egy templomban fog zajlani ez a beszélgetés és ez a találkozás a barokkal, illetve Göttinger Pállal. És bár nagyon messze van, akkor már essék szó a koncertsorozat utolsó hangversenyéről, Evilág és Túlvilág címmel a Szent István teremben, tehát a Szent István Művelődési Házban. Brájer Éva alpolgármester asszony lesz a vendég, aki ugye kultúráért felelős alpolgármester, és ráadásul nagyon értő gondozója a székesfehérvári kultúrának. Hát igen, alpolgármester asszony nem csak, hogy a kultúráért felelős, hanem nagyon szorosan kötődik a zenéhez, hiszen az Énekzenei Általános Iskolában tanult, és nagyon szorosan kötődik Somorjai Ferenchez is, úgyhogy ez egy nagyon jó találkozás lett, és nagyon örülök, hogy elvállalta ezt a szerepet, és hát azon kívül arról nem beszélve, hogy a zenekarnak ez az újkori története, azt gondolom, hogy talán legszorosabban ő hozzá kötődik, és neki köszönhetjük ezt, hogy a zenekarunk ilyen lehetőségeket kapott az utóbbi időben. Ott erről a koncertről még azt szeretném elmondani, hogy ott a hangversenymester Selmeci Gábor lesz, aki ugye a zenekarunk koncertmester, sőt nem csak hangversenymester, hanem szólistája is, hiszen egy fantasztikus Mendelssohn hegedű versenyt hallhat majd ott a közönség, amit Mendelssohn 13 éves korában írt, és hát egyszerűen lenyűgöző, hogy milyen zseniális az a darab, illetve egy Beethoven vonós négyesnek a zenekari változatát. Nagyszerű estéknek lehetünk tanulni, én már alig várom, meg kell, hogy mondjam, érdeklődéssel várom, hiszen úttörőnek lenni nem a régi értelemben természetesen, de mindig jó. No, akkor mindenek előtt azonban ismételjük meg az ismétlendőket. Március 19-én, tehát hétfőn, nagy szeretettel várjuk a Vörösmarty Színházba a klasszikus zene szerelmeseit, hiszen egy egészen kivételes ember, egy egészen kivételes önálló zenei stand-up estje következik. Szeretnek a hallgatók, ez be is bizonyítja Bősze Ádám minden bizonnyal. Biztos vagyok benne. Ha elmondhatok egy ilyen kis titkot vagy érdekességet, hogy most a Bartók Rádióban több alkalommal is beszélnek erről a műsoráról Bősze Ádámnak, és konkrétan a Székesfehérváriról is. Ha esetleg valaki elcsípi és hallja, akár koncertjegyet is nyerhet. Így van, tehát a www.arszó.hu oldalon, illetve a Fehérvári jegyirodában, illetve a Vörösmarty Színházban vásárolhatók jegyek. Úgyhogy hát kérem szépen, kedves nézőink, hajrá, akinek még nincs jegye, tegye meg, menjen, higgyék el, megéri. István, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. És akkor találkozunk március 19-én mindenképpen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra.